Na ezért nem ütjük a szóba. Annyi, ha megrek vannak így, annyi lesz. Ami a félvilágot, de legalábbis a küzdősportok szerelmeseit lázban tartja a napokban, Floyd Mayweather és Conor McGregor box mérkőzése, melynek pikantériája ugyebár az, hogy utóbbi eredetileg ketrec harcos. Az összecsapásról természetesen mindenkinek van véleménye, ellátogattunk hát az UTE box termébe, ahol Farkas József vezetőedzővel és Baranyi Péter ökölvívóval beszélgettünk. Hogyha egy ilyen humorosat akarok mondani, hogy szakma, akkor azért a Mayweather, ugye mélyütés védő, mélyvédő, benne van a neve is, hogy mélyütés védő. Nyilván a szakma felé hajlik el minden, amikor kezdve. Én azt mondom, hogy egyértelműen a McGregor vereséget el lehet írni. Kíváncsian várom, hogy egy MMA-ból érkező bunyós mit tud kihozni Mayweather ellen, pont Mayweather ellen, akit nagyon néz eltalálni. Abba bízhat, hogy tehát hirtelen letámadja, és kondicionálisan erővel legyőzi, ebbe bízhat. Tehát, hogyha ezt meg tudja oldani, ezt a taktikát, akkor néha az ő oldalára fog billenni ez a mérkőzés. Nem mondom néha, csak mert ezt egész biztos, hogy nem fogja engedni. Sokan fálozzák azt, hogy fordított alapállású, ami Zeb Judah, Manny Pacquiao már megoldott több jó balkezes boxolót Mayweather. Aztán az ütőerejét mondják még, hogy jó lehet, de hát igazából igen, abban lehet bízni, hogy az ütőereje talán túl sok lesz Mayweathernek. Na de kinek kedvezhet az, hogy 10 unciás helyett 8 unciás kesztyűt húzhatnak fel? 8 unciás kesztyűk azok szerintem inkább neki kedveznek, Pacquiaót is egy 8 unciás kesztyűkben várta meg. Nézzük meg ezeket a kesztyűket, ugye ez a 10 unciás, és akkor ennél lesz ugye kisebb. Igen, ugye egy egyel kisebb méretű kesztyű, ami igazából 4 unciáshoz képest sokkal nagyobb, szóval inkább boxoló box kesztyűre hasonlít. Majdnem ugyanilyen, igazából vékonyabb és nagyobb sérülést okoz. Ugye ezeket a látványos ütéseket, a beugrási ütéseket, minden, ez amatőr ökölvívás is átvette már, meg azért a profi ökölvívásban gondolom, hogy az ismert dolog, tehát ezzel nem lehet meglepni akárkit. Nézzük akkor ezek közül a Superman ütést, melyet McGregor használhat is a mérkőzésen. Viszont erre van ellenszer is, vagyis McGregor meglepetése nem is lehet akkora meglepetés. Figyeljenek, ezúttal az edző próbálkozik a Supermannel, Péter pedig megmutatja nekünk, hogyan kell kivédeni. You will not win, cause I will not lose. Rossz kort találtam el? Nem, az kemény, így tudod, hogy kemény. Hát ez nagyon kemény. Ja, hát ez így. Sérülést akarsz, lesz érsítés. Ja. Na ezért nem ütjük a szóba. Megrök annyi, ha megrök vannak, így annyi lesz. Egy komoly képzett ökölvű ott ilyen ütésen nem lehet meglepni. Ez lehetetlen. Tehát akció közben nem tudja végrehajtani, ez megfelelő távolság kell. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy egy komoly ökölvívó ellen egy ilyen ütéssel előnyt lehet kiharcolni, vagy akár kiütni lehet az ellenfelet ilyen ütéssel. Igazából mindenkinek van a boxban annyi esély, hogy igazából egy ütése van mindenki a győzelemtől bármikor. De van egy alapszabály bunyóban, hogy azt mondják, hogy soha ne fogadj Mayweather ellen. És ezt mi megfogadjuk itt Újpesten. Biztos, hogy nagyszerű mérkőzés lesz, ez a két embernek a személyisége meg a tudása garancia arra, de az ökölvívók szerintem egyértelmű, hogy nem egy ketrec harcost szeretnének győztesként látni, és én sem. Szerintem mehet a ház is Mayweatherre, ha engem kérdeztek, igen.